Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Új megálló épül a vizen, Tolnán a turizmus fellendülését várják a beruházástól. Balesetek Tolna megyében, sok dolga volt a rendőröknek az elmúlt napokban. 400 millióból újult meg az ebédlő, három településre is szállítanak ételt a Bonyhádi konyhából. Őrtűzgyújtás Tevelen, Székelyföld autonómiájáért lobbantak fel a lángok. Új csónak kikötő terveit láthatták a tolnai önkormányzati képviselők a legutóbbi ülésen. Az elképzelések szerint a jelenlegi csónakházra épülő turisztikai központban a vízi jármű és a kerékpár kölcsönzése is lehetőség lesz. A beruházás terveit a város önkormányzata saját költségvetésből finanszírozta. Ezek a tervek a Tolna megépülő új csónakikötőt mutatják. A csónakház területén épülhet majd meg, és lehetőséget biztosít majd arra, hogy az ideérkezők biztonságban tudhatják hajóikat, és kerékpárra pattanva bejárhatják a környék látnivalóit, vagy a szomszédos faddomborit. Magyar Kajakenu Szövetség keresett meg bennünket néhány hónappal ezelőtt, hogy van egy projektjük, ahol vízi és kerékpáros túra megálló helyeket hoznak létre. Ennek a költségét gyakorlatilag a Magyar Kajakenu Szövetség vállalja, erre 30 millió forintot biztosít. Nyilván adja magát, hogy a tolnai kajakház, ahol a tolnai kajakosok székelnek, ez lesz majd az otthona ennek a megállópontnak. A tervek elkészítését a tolnai önkormányzat vállalta magára, és az elkészült dokumentumokat a legutóbbi önkormányzati ülésen mutatták be a tervezők. A megállópont egy irodát, egy vizes blokkot és a hajók és kerékpárok tárolására alkalmas helyet foglalja majd magába. A terv az, hogy ugyan nem az önkormányzat fogja üzemeltetni ezt a létesítményt, mi a helyet biztosítottuk, de majd a Kajakenu Szövetség keres egy olyan vállalkozót, most hogy az egyesületet fogja megbízni ezzel, vagy egy másik egyesületet, vagy egy vállalkozót, ezt egyelőre erről nincs tudomásunk, de nyilván tárgyalások folynak, és én azt remélem, hogy aki a víz szerelmese, az nem csak önmaga szeretne hajózni és kerékpározni mellette, hanem szeretné ezt esetleg bemutatni másoknak is. Annak idején mondta Alpenszofer Ágnes, a kerékpárút is úgy épült, hogy a csónakház könnyen elérhető legyen, hiszen a terveinkben is ez az elképzelés szerepelt. A remények szerint a következő turista idény megindulásakor már használatba vehetik a kirándulók az új központot. Néhány nap múlva kapják készhez az újabb kiegészítő nyugdíj emelést az arra jogosultak. Idén már harmadik alkalommal emeli a kormány a járandóságot, igazítva az inflációhoz. Novemberben már a 4,5%-kal növelt összeg érkezik majd az ellátásban részesülőkhöz, de a különbözetet visszamenőleg is megkapják majd. A legutóbbi módosítással együtt idén a nyugdíjak összesen 13,4%-kal emelkedtek. Ezen kívül a nyugdíjprémium is novemberben érkezik. Kamat stopról és újabb árstopról is döntött a kormány az október 26-ai kormányülésen, közölte Orbán Viktor rádióinterjújában. A kormányfő az ukrajnai háborúról, a szankciós inflációról, az Európát sújtó energiaválságról és a brüsszeli csúcstalálkozóról is beszélt. Hozzátette, a kormánynak mindenképpen el kell érnie, hogy 2023 végére az infláció egyszámjegyű legyen. De arról is beszélt, hogy bővíteni fogják az árstoppos termékek listáját. A gazdaságpolitika minden elemében van teendője ma a kormányzatnak. Ezért vannak, mondjuk ezért van benzinástopp, ezért van rezsivédelem, ezért van bizonyos termékeken, élelmiszeripari termékeken ársapka, és ezért döntünk majd a következő hetekben folyamatosan arról, hogy egy-egy központilag árszabályozott terméket, illetve ezeknek a listáját újabbakkal bővítsük. Erről mindig hatalmas vita van, a kormány ezzel foglalkozik, de lesznek újabb termékek, amelyeknek az árát központilag, annak a maximumát meg akarjuk határozni, úgy, ahogy ma azt 6 alapvető élelmiszer esetében tesszük. A közhiedelemben a Minden Szentek és a Halottak napja gyakorlatilag egyé vált, pedig jelentős különbség van a két ünnep között.
Bár a legtöbben november 1-én vagy azt megelőzően mennek ki a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteiknek, halottak napja november 2-án van. Az egyházban először 998-ban ünnepelték önálló ünnepként a halottak napját. Szent Odiló bencés apát kezdeményezése volt, hogy a Minden Szentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt emberről is. Az ünnep a 11. században terjedt el széles körben, és a 14. században vált hivatalossá. Nem unatkoztak a Tolna megyei egyenruhások az elmúlt napokban, ugyanis több vadelütés, anyagi káros és személyi sérüléssel járó baleset is történt a hosszú hétvégén. Összesen 17 alkalommal riasztották a rendőröket az elmúlt napokban Tolna megye szerte. Ezek közül mindössze 3 esetben történt személyi sérülés, többek között ittas vezetés és figyelmetlenség miatt következtek be a balesetek. Az anyagi káros balesetek közül 6 esetben vadon élő állattal ütközés történt, 5 esetben közúton, 1 esetben pedig Döbrököz térségében egy tehervonat ütött el egy szarvast. Az elütött állatok között egyébként volt bivaj, őz, szarvas és borz is. Az anyagi káros balesetek közül 2 esetben pályaelhagyás történt. Az egyik egy esti órában a 6-os úton egy sofőr egy forgalom elzárt területre hajtott, és ott több táblát tartó oszlopnak ütközött, majd a megrongálódott járművel egy közeli mellékútig hajtott tovább. Dombóváron pedig oszlopnak hajtott egy férfi, mindkét esetben ittasan ültek a volán mögé, illetve a sofőröket korábban már eltiltották a vezetéstől. Ezen kívül több anyagi káros baleset is történt. Volt sávváltás közbeni figyelmetlenség és a párhuzamosan haladó járműnek ütközött a sávot váltani szándékozó hölgy. Más esetben a kikerülés szabályait sértette meg a gépkocsi vezető, amikor is egy álló jármű előzésébe kezdett, csak nem győződött meg arról, hogy őt már egy másik jármű előzni kezdte. Ezen kívül volt még egy ráfutásos baleset Pakson, ott a hátsó jármű nem tartott megfelelő követési távolságot. A vadelütések közül sok esetben az erős köd volt a baleset fő oka, hiszen egyébként sem egyszerű a növényzetből kilépő állatokat észrevenni, ezt még a sűrű ködfátyol is nehezítette. Ezért az egyenruhások arra kérik az autóvezetőket, hogy a sebességüket az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg. Épület felújítás miatt ideiglenesen új helyre költözik Szekszárdon a 3-as számú házi orvosi körzet. A Vörösmarty utcai ingatlan renoválása heteken belül elkezdődik, ezért az ottani praxis szerdától az Ybl Miklós utcai új ügyeleti központban lesz elérhető. Dr. Papp Zoltán, az ott rendelő orvos azt mondja, a technikai átállás nagyjából 1-2 napot vesz majd igénybe, de a rendelési idő nem változik. Befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, így a héten már az ország egész területén rendelkezésre áll a vakcina. A 2021-2022. Évi influenza szezonban közel 760 ezer ember kapott térítésmentes védőoltást, vagyis a rendelkezésre álló mennyiség közel 60%-a fogyott el. A kormány az idei évben a kockázati csoportba tartozók oltásához biztosítja térítésmentesen a vakcinát a megfelelő mennyiségben. A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalás tervező nők. Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak és a tartós ápolást gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak. 400 millió forint pályázati forrásból valósult meg a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolához tartozó ebédlő és főzőkonyha felújítása. A modernizált környezetben 1400 adag étel készül minden nap. A 21. századi konyhát és ebédlőt nemrég a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiválóra minősítette. Intelmek, jó tanácsok és érdekességek olvashatók a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola megújult ebédlőjében. A felújítást 400 millió forint pályázati forrásból tudta megvalósítani a város. Két részletben került sor a felújításra, először kívül, utána pedig belül, és igazából azt lehet mondani, hogy ebben a tanévben már teljesen megújult környezetben étkezhetnek a gyerekek. Az intézménybe járó diákok 60%-a étkezik itt, de ez a konyha látja el a Nagymányoki és a Tolnai intézmények egy részét is.
Összesen 1400 adag étel készül a megújult főzőkonyhában. Szigedi Zsófi, a szolgáltató cég élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási vezetője elmondta, nemrég vettek részt egy Nébih minősítésen, ahol kiváló eredménnyel végeztek. A főzőkonyhánk technikailag és élelmiszerbiztonsági szempontból is teljesen megfelel a követelményeknek, és a szakemberek is úgy gondolják, hogy egy kiváló környezetben tudjuk az ételeket elkészíteni, és ez lehetőséget ad arra nekünk, hogy napi szinten megfelelő és biztonságos ételeket készítsünk a gyermekeknek. Hozzátette, nagyon fontosnak tartja azt, hogy a diákok főtt ételhez jussanak ebédidőben, hiszen az nem csak a fizikai erőllétüket segítheti, hanem a tananyagra is fogékonyabbak lehetnek. Rövidített tanórák lesznek az iskolákban, az eddigi 45 perc helyett 35 percig tart majd egy-egy óra, jelentette be Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfó. Az intézkedést azzal indokolták, hogy az energiaválság miatt szigorúbb működési feltételeket kellett bevezetni az intézményekben, így a maximum hőmérséklet mellett a tanórák rövidítése is az energiahatékonyságot szolgálja majd. Az oktatás utáni tanulószoba is egy órával rövidebb lesz, így 16 óra helyett csak délután 3-ig vehetik azt igénybe a diákok. Az intézkedés november 7-től lép életbe. Többek között Tevel is egyike volt annak a 80 felvidéki és magyarországi helyszínnek, ahol a Székely Autonómia Napja alkalmából őrtüzet gyújtottak. A településen az önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége együtt lobbantotta lángra a szolidaritás jelképét. Tevelen a helyi önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közös rendezvényen gyulladtak fel a lángok a Székely Autonómia Napja alkalmából. A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben meghozott határozatának értelmében minden év október utolsó vasárnapjára esik ez a fontos esemény. A település polgármestere elmondta, hogy az őrtűz nem csak Erdély függetlenségének az érdekeit szolgálja, hanem minden ember szívében a békességet, az összetartozást és a szeretetet jelképezi. Azt szeretném, hogy ez igazándiból ne csak Tevelen, hanem nagyon sok helyen lobbanjon föl, és tartozza, az összetartozásukat fejezzék ki az emberek, és legyen példás, példakép ez mindenki számára. Illes Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint a fiatalok számára különösen fontos, hogy őrizzék a hagyományokat, ápolják a gyökereket, hiszen ez adhat erőt számukra a jövőben. Tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor ugye a gyökértelen emberrel mind, ahogy mondják, azzal bármit meg lehet tenni. Én bízom benne a bukovinai székelyekkel, ha már magunkról beszélhetek, de általában a székely emberekkel nem tudják és nem is tudták megtenni, hiszen a madéfalvi veszedelemkor is ugye példát mutattunk abba, hogy kiálltunk a jogainkért. A Székely Autonómia Napja alkalmából Erdély szerte, de Magyarországon és Felvidéken is mintegy 80 helyszínen gyújtottak őrtüzeket. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Infrastruktúrális fejlesztés és felzárkóztatás, véget ért a Siklósi Váralja utca felújítása. Díjat kapott a kaposvári Csiki Gergely Színház, az építés szakma elismerését érdemelte ki a felújított épület. Tökéletes nap Balaton lellén, tökfaragó versennyel, családi programokkal várták az érdeklődőket. Több mint 750 millió forintból újult meg Siklóson a Váralja utca. Egy top pályázatnak köszönhetően korszerűsítették az utat, új közösségi tér épült, bérlakásokat modernizáltak, és játszótér is létesült. A beruházások mellett a felzárkózást segítő program is fontos eleme a projektnek, hangzott el az eseményen. Egy emléktábla leleplezésével és a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták Siklóson a megújult Váralja utcát. A szegregátum egy top pályázatnak köszönhetően szépült meg. Kezdetben 500 millió forint értékben tervezték a munkálatokat, ám később több mint 750 millió forintra rúgott a beruházás összege. Ebből a pénzből számos infrastruktúrát korszerűsítettek. A Váralja utcának, a közterület részeknek, az útnak a felújítása, egy közösségi tér kialakítása, egy pihenő kialakítása, egy sétány kialakítása,
és három olyan funkció került még bele, ami épületekben került elhelyezésre, nevezetesen egy polgárőrház, nevezetesen egy szolgálati lakás, és a mögöttem lévő épület az alkotóház, ami a Váralja utca 1-es házszámtól gyakorlatilag nyitja a Váralja utcát. Siklós életében ez egy nagyon fontos beruházás, mondta köszöntőjében a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba kiemelte, hogy ez az egyik legnagyobb volumenű fejlesztés a megyében. Egyrészt szociális kérdések miatt is, másfelől pedig volt egy másodlagos hatása, hogy az idegenforgalmi körülményeket is tudjuk itt a Váralja környékén javítani. A legfontosabb programelem talán az a 18 lakás volt, amit sikerült felújítani, illetve az a soft rész, amit a szakemberek mondanak így, ami segítette a társadalmi beilleszkedést az itt élőknek. Az olyan szemmel látható újítások mellett, mint a közösségi tér, a polgárőrség számára kialakított ingatlan, vagy az út- és játszótérfejlesztés, már korábban elindult az a felzárkózást segítő program, amely a Váralja utcában élőknek nyújt segítséget. Ez a projektelem még mindig tart, hiszen az a cél, hogy ennek a 18 családnak az új otthonok mellett minőségi életteret is biztosítsanak. Építőipari nívó díjat kapott a kaposvári Csiky Gergely Színház. A kitüntető cím odaítéléséről egy szakmai zsűri döntött. Nem csak a legmodernebb megoldásokat jutalmazták, hanem azt a példaértékű együttműködést is, amelyet a tervezők és a kivitelezők között tapasztaltak. Még a szürke, ködös időben is imponáló a Csiky Gergely Színház felújított épülete. A kaposvári teátrumot a Modern Városok program 9 milliárd forintjából újították fel és bővítették ki. 2019 őszére 3000 négyzetméterrel lett tágasabb az épület, mint korábban, kialakították az új előcsarnokot, és az ország egyik legkorszerűbb technikáit telepítették a játszóhelyre. Az építőipari nívódíj ítészei most a többi között ezeket a megoldásokat ismerték el. Ebben a bizottságban szerepel Magyar Építészkamara, Magyar Mérnökkamara, a Magyar Művészeti Akadémia, a szakszövetségek, az épületgépészek, a közlekedés mérnököket tömörítő egyesület, az épületgépészekről már említettem. Tehát egy olyan grémium alkotja ezt a nívódíj bizottságot, amely az egész építőipar képviseli, a tervezéstől a kivitelezésig, a lebonyolításig. A kaposvári teátrum igazgatója szerint ilyen körülmények közt öröm dolgozni. Azt mondtuk évekkel ezelőtt, hogy nem csak a házat újítjuk meg és építjük át, hanem megújul a színház arculata, tevékenysége és megújult a társulata is. A nyitást követően a körülmények mind adottak voltak ahhoz, hogy egy sikeres időszak kezdődhessen. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy az 1911-es építésű kaposvári teátrum nem csak azért fontos, mert a város egyik jelképe és a kultúra közvetítője. Miért is olyan kedves számunkra ez az épület, maga a látványon és az épület szépségén túlmenően, mert a kaposváriak és Kaposvár lelke is a falai között van. Az emléktábla leleplezése kapcsán azt is megtudtuk, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színház megújítási folyamata a koronavírus járvány és az energiaválság ellenére is sikeresnek mondható, hiszen eddig majdnem 100%-os kihasználtság mellett működött a teátrum. Tökfaragó versennyel, gyerekkoncerttel és traktorbemutatókkal is várták a látogatókat hétvégén Balatonlellén. A Tökéletes Nap elnevezésű eseményt immár negyedik alkalommal szervezték meg. A rendezvény népszerű a családosok körében, több százan látogattak el idén is a Balatonlellei szabadtéri színpadhoz. Csipesz, menjünk innen! Mire énekelt most az Endre? Ez a gólya! Gólya! Gyerekkoncertekkel és tökös ételekkel is várták az érdeklődőket hétvégén Balatonlellén. A Tökéletes Nap elnevezési programra az egész országból érkeztek kikapcsolódni vágyó családok. Pestről jöttünk, nagyon jól érezzük magunkat, hál' Istennek jó időnk is van, úgyhogy minden kedvező most egy jó kis szórakozáshoz. A kreatívabbak kést is ragadtak, hogy különböző mintákat faragjanak ki tökből. Annyira nem vagyunk gyakorlottak, minden évben azért a gyerekek miatt azért faragunk tököt. Hát próbáltunk egyszerűt, mert nem hoztunk szerszámot, és csak egy ilyen kést kaptunk. Aztán ezzel, amit ki tudunk hozni, megpróbáljuk azt.
ami lesz. A településen immár negyedik alkalommal szerveztek tökösnapot. A város számára fontos, hogy minden évszakban kínáljanak kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődőknek. Koncertprogramok, táncbemutatók, tehát minden, ami ezt az úgymond őszi összejövetelt egy kicsikét pesgőbbé teszi. Kísérő programunkból nagyon sok van, futóversennyel kezdtünk délelőtt 10 órakor, utána ügyességi vetélkedőkkel folytattuk, kisállat simogatónk van, veterán, illetve oldtimer traktor bemutatóval is készültünk. Nagyon sok olyasmi, ami a kisebbeknek is izgalmas lehet, játszóház, sok-sok finom falat is várja őket, illetőleg közel 20 kitelepült kézműves kereskedő is várja az ide látogatókat. A tökéletes napon több százan vettek részt. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Új megálló épül a vízen, Tolnán a turizmus fellendülését várják a beruházástól. Balesetek Tolna megyében, sok dolga volt a rendőröknek az elmúlt napokban. 400 millióból újult meg az ebédlő, három településre is szállítanak ételt a Bonyhádi konyhából. Őrtűzgyújtás Tevelen, Székelyföld autonómiájáért lobbantak fel a lángok. Csütörtökön változóan felhős napos, illetve borongós kötfelhős idő váltakozik. Számottevő csapadék nem hullik, de jelentéktelen eső elvétve előfordulhat. Éjszaka mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, de említést érdemlő csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!